Nemrég vásároltam egy laptopot 30 ezer forintért egyetlen céllal. Ki akartam deríteni, hogy mennyire alkalmas gamingre, és mennyire fejleszthető majd még a jövőben. Természetesen sok-sok hibája van, de mutatom is, ezt kapod most 30 ezer forintért. Ha frissen telepítettél Windows rendszert, de még hátra van az aktiválást, akkor most remek áron tudod beszerezni a Windows 10-et és 11-et a CD Cases webshopjában. Csak kiválasztod az adott rendszert, és beütöd a HU25-ös kuponkódot a további kedvezményért. Ezután kiválasztod a fizetés módját, én a PayPal-t ajánlom általában, de bankkártyával is tudsz. Ezután az e-mailben kapott kódot be tudjátok írni a gépházon belül a frissítés aktiválás menüpontban, és így aktiváltátok is a rendszert. Linket találtok mindenhez a leírásban. Kezdjük mindjárt a hirdetéssel. Ez szerint ez egy HP ZBook G1, ami egy tipikus workstation laptop a 2013-as évekből. A géphez nem jár akkumulátor, hálózati adapter, de még belső tároló sem. A billentyűzet nehezen működik, és esztétikai hibák is előfordulhatnak. Nos, miután én készhez vettem, egyből feltűnt, hogy nincs a legjobb bőrben. Nehezen is nyílik fel, ugyanis itt ott le van verve a sarka, ez akadályozza meg a könnyű felnyitását, a kijelző is hát eléggé mozgós, nem tartja meg magát a helyén, és még a fedlap is kapott bőven az élettől, de legalább a kijelzőnek és a billentyűzetnek látható baja nincs. Az ígéretek szerint nincs benne akkumulátor, és még hálózati adapter hiány is van, ebből a kettőből nekem igazából csak az utóbbira van szükségem, mivel hordozható, szigorúan vett laptopos formában nem igazán fogom használni, csak asztal előtt ülve. Az egész gépet végül szeretném kifuttatni egy félig meddig PC-s formára, de erről majd még később. Az első utam egy hálózati adapterhez vezetett, amiből sikerült beszereznem egy 90 wattosat, de mint utólag kiderült, a vége meg van törve, és nem igazán működött. Néha adott áramot a gépnek, néha nem, használhatatlan volt. Ennek a gépnek nem kevesebb, mint 120 vagy akár 130 wattos adapter igénye is van. Kérdés sem fér ahhoz, hogy van benne erő bőven, és a későbbiekben sikerült is beszereznem egy 120 wattos adaptert, ami már szépen vitte a gépet. Így ezt végül is meg is oldottam, de következzen a többi belső hardware, nézzük, hogy mi van még oda bent. Találunk bent egy i7-4700MQ processzort, ami a maga idejében egy komoly kis CPU volt. Négy magunk van 8 szállal, és maximális 3,4 GHz-es órajellel. DDR3-as RAM-ból max 32 GB-ot tud kezelni, és ez a két érték lesz nekem a legfontosabb majd a fejlesztésnél. Később, ha bővíteni akarjuk egy külső videókártyával, akkor fog jól jönni ez a 8 szál és a sok RAM bővítési lehetőség. A hirdetéssel ellentétben én még találtam egy ajándék 500 GB-os HDD-t odabent, és egy Quadro K610M dedikált videókártyát. Ez utóbbi 1 GB VRAM-mal rendelkezik, és ez persze az integrált HD 4600-nál, ami a prociban van, jobb, de nem túl sokkal. Ez inkább egyfajta indikátor, hogy elsősorban ez a gép munkára lett kitalálva, és nem játékra, de semmi gond, én csak játékra fogom használni. Előre telepített Windows 10 van rajta, amit egész szépen mozgat ez a kis i7-es processzor, de az alapfelszereltségként beledobott 8 GB RAM kevés lesz majd a későbbiekben. Ezen biztos, hogy muszáj lesz majd fejlesztenünk. Ez az egész fejlesztés ennél a workstation gépnél különösen egyszerűen van megoldva. Csak egy gombot kell félrehúznunk, és a levehető alsó panel le is ugrik róla, és kivételesen jó hozzáférhetőségünk van a bővíthető hardverekre. Van itt két darab szabad RAM slot, a beépített 8 GB RAM-on felül, de még M.2-es M.SATA SSD-ket is pakolhatunk bele, sokfajta szabvány érhető el. Sajnos meghajtó bővítésre csak egy helyünk van, ami be is van fedve ezzel az 500 GB-os HDD-vel, de szerencsére a lemez meghajtót könnyedén ki tudjuk szedni a helyéről, nekem amúgy sincs rá szüksége, és így felszabadul egy jó kis SATA portpáros, amire bármit rá tudunk dugni, 2,5-szoros SSD-t vagy még több HDD-t. A hűtés persze látott már szemnapokat, és egy pasztázás is ráfér valószínűleg, de itt az első részben én alapállapotában szeretném tesztelni ezt a gépet. Majd a későbbiekben kapni fog egy jobb hűtőt és egy nagy takarítást is, de most még marad minden így, ahogy van. Ez a gép a külső portok terén sem szűkölködik egyáltalán. Van itt DisplayPort, 2-es Thunderbolt csati, 4 darab USB csatlakozó, amiből 3 darab 3-as USB és 1 darab 2-es, van itt VGA kimenet, kártyaolvasó, Ethernet port, szóval egy egész széles palettát kapunk. Ez majd a PC-szerű használatnál több mint jól fog jönni nekünk. A dedikált billentyűzetet nem igazán használtam, eléggé nehéz rajta gépelni, a leütéseket nem is veszi be, csak nehezen a rendszer, úgyhogy hagyatkoztam egy vezeték nélkül egér billentyűzet párosra, és így használtam ezt a gépet. A beépített kijelző Full HD felbontású és viccen kívül szép a képe, erre nincs panaszom egyáltalán. Látszik, hogy ezeknél a workstation gépeknél nem spóroltak ezen sem. Van itt még új lenyomatolvasónk, és a maga idejében egy nagyon hasznos kis munkaállomás lehetett, amit magunkkal tudtunk vinni. Csak elképzelni tudom, hogy a K2100-as Quadro kártyával milyen szuper lehetett a 2 GB VRAM-mal,
Sajnos nekünk az alapmodellt sikerült megcsípnünk, de megnéztem volna, hogy az mire is képes. De nincs is más hátra, gyorsan nézzük meg, hogy játékterén ez az alap felszereltség, mire elég manapság, indítsunk pár játékot. Természetesen az első utam a C2-höz vezetett. Még a Cségónál valószínűleg nem lett volna problémája, sajnos itt már akadtak bajok. 720p felbontáson vagyunk, minimum grafikai beállításokon, és miután betölt a játék, folyamatosan terhelve van a processzor 100%-on, és nem ritka, hogy elérjük majdnem a 100 Celsius fokot is vele. Szerencsére kb. Fél perc után ez lecsökken olyan 20-30%-ra, a hőmérséklet is beáll erre a 80 fokra, és a videókártya így már 100%-on meg van pörgetve, és egy mondjuk használható 40-45 FPS-ünk van folyamatosan. A játékkal végül is játszani tudunk ezekkel a teljesítmény mutatókkal, de nem lesz a legjobb az élmény, az biztos. A videókártya persze használja a jó kis 1 GB-ot, ki is maxolja, 0,8-0,9 GB-on áll folyamatosan, és a rendszer memória kihasználtságunk majdnem eléri a 7 GB-ot, van egy pici tartalék, de látszik, hogy ez a 8 GB kicsit már kevés egy modern felhasználáshoz, kell az a 16. Az összes magészszál dolgozik, nagyjából 2,7-2,9 GHz-en, és a fogyasztása amúgy egész korrekt ennek az i7-esnek, azt hittem sokkal több lesz, beállt erre a jó kis 30 wattra, nem olyan durva. Hangja a gépnek a teszt során azért volt valamennyi, de én sokkal rosszabbra számítottam, nem süvít annyira, nem zavaró egyáltalán, a játék hangerejét nem szárnyalja túl. Ez a 40-50 FPS eléggé stabilan van tartva, nem is lettem figyelmes semmiféle nagyobb belaggolásra, persze nem teljesen sima a frame time-unk, de egész szépen van tartva, nincs nagyobb kiugrás, ami zavaró lenne, főleg egy ilyen gyors reakciós taktikai shooternél. A következő játék, amit megnéztem, a GTA 5 volt, 720p felbontáson vagyunk, minimum grafikai beállításokon, és ezzel különösebb problémám nem is volt. Tudja hozni ezt az átlag 40-45 FPS-t ugyanúgy, mint a C2-nél, viszont itt semmiféle probléma nincs a játék betöltése után, olyan 30%-ban van max kihasználva a processzor, és végig egy folyamatos frame time-unk van, ugyanúgy, mint a C2-nél, miután már minden betöltött. Ez persze nem is csoda, nagyjából egy időben jelent meg a GTA 5, és ez a laptop is, úgyhogy más nem is igazán vártam tőle, tudja futtatni legalábbis a story módot. Ha valaki az online részét szeretné használni, mínusz 5 FPS-sel kalkuláljon persze, de még mindig tud hozni egy jó kis 35-40 FPS-t, ami szerintem, főleg ha valakinek ilyen kicsi a költségvetése, még játszható. A rendszer memória kihasználtság picit magasabb, mint az előző játéknál, kell ennek már a 12 vagy 16 GB, az biztos, így is majdnem elkéri az összeset ezzel a 7 GB-tal, és a VRAM kihasználtság is felment az 1 GB-tal teljes mértékben, tartalékunk nem igazán maradt ezen a téren. A hőmérséklet terén a proci esetében maradtunk a 85-nél, a videókártya 60 Celsius fokon áll, és 100%-ban ki van pörgetve végig, probléma ezzel nincsen, mondjuk a proci lehetne egy kicsit hűvösebb, de majd egy takarítás és pasztázás biztos, hogy ezt meg fogja oldani. A játék végig normálisan futott, különösebb panaszom nincs rá. Most menjünk a következő címre, ami a League of Legends volt. Full HD felbontáson vagyunk, maximális grafikai beállításokon, és így is tud hozni egy ilyen 70-80 FPS, még akciódúsabb jeleneteknél is. Komolyan mondom, a LoL-nak egyszerűen nincs gépigénye a processzorból, csak 2-3 magot és szállat mozgat meg, nincs szüksége a teljes palettára, és még a videókártya kihasználtsága többnyire 100% körül van, a proci ilyen 15-20%-ban van csupán megmozgatva. Jól látszik, hogy itt egy videókártya alapú bottleneck van rendesen, sokkal több FPS ki lehetne hozni a proci alapján, de sajnos ez a K610M erre elég. A rendszer memória kihasználtság terén van azért még tartalékunk, 6 GB-ot sem kér el a League of Legends és a rendszer együttesen, viszont a VRAM ki van maxolva, 1 GB-ot kér, az összesen 1 GB-ból. A játék végig stabilan működött, nem tükörsima a frame time, kisebb pici röccenéseket néha észrevettem, de egyáltalán nem rontották el a játékmenetet, a játékélményünk végig rendben volt, League of Legends-ezésre több mint jó ez a kis gép. Végül megnéztem a Minecraftot, amivel akadtak már problémák. Minimum grafikai beállításokon vagyunk, a render távolság is kb. 8 körül van, viszont ugye felbontást itt nem lehet állítani, úgyhogy nagyjából Full HD felbontáson vagyunk. Alapvetően egy jó darabig tölt a játék, miután betöltöttük, várni kell még rá rendesen, mert a processzor végig kb. 100%-on van pörgetve, de miután mindent betöltött, legenerálta a világot, egy mondjuk használható 70-80 FPS-ünk van átlagban, viszont kisebb frame time-beli problémák vannak. Nagyon sűrűn vannak belagolások, és ezek mindig azonos időközönként vannak. Valószínűsítem, hogy a memóriával van valami probléma, kevés ennek a játéknak, mert az, hogy ennyire szabályosan vannak a belagolások, ez sejteti igazából. A videókártya végig 100%-on pörög, ezzel probléma nincs, a processzor kihasználtsága is egész alacsony, a Minecrafthoz teljesen alkalmas ez az i7-es régi negyedik generációs proci, csak 2-3 magészszál van megmozgatva 3,2 GHz-en, nem vészes egyáltalán, a hőfokok terén majdnem 90 Celsius fokon vagyunk a procival, ezt már az előző játékoknál megszokhattuk, és a videókártya is maradt ezen a 60 fokon. A rendszer memória kihasználtság annyira nem is magas 6,7 GB, és a VRAM kihasználtság a felét sem telíti be a maximális 1 GB-nak, csak 400 MB-ot kér a Minecraft.
Croft. Jól látszik, hogy ez inkább Ramból szeret sokat fogyasztani, semmint V-Ramból, de így mindent összevetve is ki tudom jelenteni, Minecraftozásra is végül is alkalmas ez a gép. A HP ZBook G egy sajnos már 11 éves, és ez meg is látszik rajta. Ha játékra szeretnénk használni, akkor meg kell barátkoznunk a minimum grafikai beállításokkal, elég komoly kompromisszumokat kell kötni, és csak eSport címekkel próbálkozhatunk. Viszont ha kap egy SSD-t, netezős, filmezős gépnek tökéletes lehet. Munkára már nem használnám, a videóvágáshoz már kevés ez a teljesítmény, de lehet, hogy egy nagyobb upgrade-del ezen majd változtatni tudunk. Remélhetőleg sikerül majd összehozni egy nagyon durva fejlesztés, és az alapokat meghagyva szeretnék majd eljutni vele pár epizóddal később egy gamer PC szintre. Ha érdekel a projekt és van tanácsod esetleg az upgrade-del kapcsolatban, odalent a kommentek között jelezd ezt. Habár az vitán felül áll, hogy egy remek projekt alap lehet ez a gép, azt is meg kéne nézni, hogyha valaki önmagában megveszi, megéri ezt a 30 ezer forintot. Hát végül is szerintem meg kevesebb pénzből csak Core 2-es gépeket láttam, és igaz, megvannak a hibái, de az alapok jók, és megérte a 30 ezre teljes mértékben. Ez nem a legszebb laptop a világon, láthat már szemnapokat, de nem is ez az elsődleges szempont, ha valaki ilyen kis költségvetéssel vesz magának használt notit. De ennyi is lett volna ez a teszt. Ha tetszett és látnál még folytatást, nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Ha ehhez nem is, de gamer PC-hez és videókártyákhoz találsz linket a leírásban, a következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok!